Jobbródi a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a Hit Rádió, és benne a Középpont a mikrofonnál Fekete Rita, és nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégünket, Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, miniszteri biztost, rockzenészt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket. Így van, néznek is bennünket majd a YouTube-on. A Vogue mozgalom természetéről, a Vogue kultúráról szeretnék kérdezni, de engedjen meg előtte egy kicsit személyesebb jellegű kérdést. Méghozzá azt, hogy ugye az ön kijelentéseivel kapcsolatban nagyon sokszor merülnek fel kritikák. Olyan sarkosan fogalmaz, meg bizonyos ügyek mentén sarkosan fogalmaz, és az merült fel bennem, hogy ez egyfajta lázadás éppen ez ellen a polkorrektség ellen, amikor nem lehet kimondani dolgokat? Így is lehet értelmezni. Az biztos, hogy én szeretek kimondani dolgokat, szeretek egyenesen beszélni. Tulajdonképpen azért csinálom, mert szeretném megsporolni azt a végeérhetetlen konferenciasorozatot, aminek a végén soha nem születik semmi érdemi döntést. Tehát, hogy az értelmiség az szeret konferenciázni, és akkor összeülnek, és akkor beszélgetnek, és akkor megint összeülnek, és megint beszélgetnek. És hát én meg nem azért lettem főigazgató és miniszteri biztos, hogy konferencián üldögéljek és beszélgessek, hanem szeretnék tenni valamit a magyar kultúra érdekében. Ennek a legrövidebb útja az egyenes beszéd. De ez a szempont, tehát hogy így a szólásszabadság kereteit így lehet valahogy visszatolni a helyükre, hogy az ember nem nagyon figyel arra, hogy polkorrekten fogalmazzon. Ez is egy értelmezési lehetőség, nem volt tudatos részemről. De egyébként vannak ilyen meghökkentő kijelentések, tehát most akkor csak egyet-kettőt hadd olvassak fel, például a funkcionális analfabéta újságírókról volt egy interjúban szó, aztán éhenkórász költőkről, írókról, tehát ami sokkolja a közönséget, nem? Nem tapasztalja ezt? De az jó, mert akkor beszélnek róla, és akkor a problémát be tudom vinni ebédlőasztalok mellé. Tehát a politikának nagyjából ez a lényege, hogyha az a probléma, amit én szeretnék megoldani, azt ugye meg kell érteni, egyszer rá kell mutatni, hogy van egy probléma, és hát azt be kell tudni vinni a közbeszédbe, tehát hogy dolgozhatok én napestig, hogyha magát az eredményt nem tudom tálalni, vagy nem tudom napvilágra hozni, és hát ezek tények, tehát hogy a funkcionálisan analfabéta újságírók azok megint, tehát hogy ezt rengeteg interjúval alá tudom támasztani, rengeteg cikkel alá tudom támasztani, hogy egész egyszerűen olyan újságírók, vagy önmagukat újságíróknak nevező médiamunkások dolgoznak a magyar médiában, akik nem értik a magyar leírott mondatokat. Tehát, hogy vagy nem akarják érteni, ez esetben politikai újságírásról beszélünk, ezt értem, vagy tényleg nem értik. Tehát, hogy egész egyszerűen megváltozott a médiatér. Az ilyen kórász írók, költők, az ugye ez egy bevett toposz. Valamiért úgy gondoljuk, hogy egy költő akkor fog jó verset írni, hogyha ilyen halás szélén van. Az éhhalál nem múzsa. Tehát nem attól jó költő valaki, mert éhen hal, hanem attól jó költő, mert tehetséges. De beszorultunk ebbe a szerepbe, és azt látom, hogy a magyar aktív alkotóknak a jelentős része így alanyi jogon elvárja a társadalomtól, hogy őket fenntartsák, mert ők költők. Tehát ők maguk erősítik ezt a sztereotípiát. Én nem nagyon látom értelmét annak, hogy alanyi jogon finanszírozzuk a magyar irodalmat, teljesítmény elvén igen. Világos. De akkor az elmondhat önről, hogy egy ilyen konfrontatív személy, vagy szereti ezeket a helyzeteket? Nem nyomasztja, amikor másnap szétszedi a sajtó? Nem. Nem. Hát, hogyha tudom, hogy igazam van, vagy legalábbis az a meggyőződés, hogy igazam van, akkor azt várom, hogy mikor jön egy racionális ellenérv, amivel én vitába tudnék szállni, hiszen a nyugati kultúra nyarát kötök a Vogue-ra, ugye erről szól, hogy az elmúlt 2000 évben, vagy 2500 évben, amióta Platón megtette ezt az antropocentrikus fordulatot, hogy nem a fűzisről, nem a természetről beszélünk, hanem az emberről benne a természetben, és egyáltalán elkezdték szétszedni ezt az egész gondolati, akkor még szerves egészet, mitológikus egészet filozófiává, tehát a logoszból logikát csináltak, ahogy mondta, vagy ahogy megfogalmazta Martin Heidegger. Azóta nagyjából az a felállás, hogy van közös premisszánk, tehát hogy valamiben azért egyetértünk, hogy értelmes legyen a vitánk, és akkor elkezdünk vitatkozni, addig vitatkozunk, amíg valamifajta konszenzusra nem jutunk. Ez volt ugye a nyugati kultúrának a felhajtó ereje, ez vitte előre az európai kultúrát. Ettől lett az európai kultúra terraformáló erő.
Tehát ha megnézzük, az egész világot átformálta Európa, vagy a nyugati kultúra, vagy megpróbálta átformálni több-kevesebb sikerrel, és erről mondunk most le. Tehát erről a vitáról, a vitakultúráról, a racionális vitáról, az érvek ütköztetéséről kezdünk lemondani, mikor tételmondatokat jelentünk ki, és nem érdekel, hogy a másiknak esetleg igaza lehet, engem mindig az érdekel, hogy valaki cáfoljon meg. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy mindig igazat mondok, vagy mindig nekem van igazam. Arról meg vagyok győződve, hogy mindig igazat mondok, tehát nem szándékosan nem hazudok. Arról nem vagyok meggyőződve, hogy mindig nekem van igazam. De ha nincs cáfolat, csak gyalázkodás, az nem érv, az nem tudok mit kezdeni. Tehát, hogy ezeket így figyelembe se veszem. De akkor a kritikusok nem szokták önt megkeresni, hogy na akkor vitázzunk és vitassuk meg ezt vagy azt a kérdést? Nem nagyon. Nem igazán. Nem. Ez érdekes. Tehát, hogy a szakma részéről nem nagyon találok ilyen típusú partnert, akivel én meg tudnám vitatni. Valószínűleg azért nem, mert hogy én minden ilyen sarkos kijelentésem előtt már azért végig beszélem az általam nagyra becsült szakmai képviselőkkel az adott problémákat. Tehát, hogy azonosítunk egy problémát, akkor az első dolgom az, hogy megkeresem a leginkább hozzáértő személyeket, független attól, hogy pártpolitikai melyik oldalon áll, vagy világnézetileg mit gondol a világról, beazonosítom, hogy ki az, aki a legérdemibb módon hozzá tud tenni ez a kérdéshez, és végigbeszélem velük, hogy ők mit látnak benne, hogyan látják a megoldási lehetőségeket, szerintük mit kell tenni annak érdekében, hogy ezt megváltoztassuk. Aztán megpróbálok ebből egy konszenzusos álláspontot kicsiholni, vagy sikerül, vagy nem. Aztán benyomom a nyilvánosság terébe, tehát elmondom, hogy ez lesz, általában leírom, és előre lehet tudni, hogy mit fogok csinálni. Aztán elkezdődik a gyalázkodás, tehát akkor hirtelen senki nem védi meg a korábbi álláspontját. Tehát, hogy ezt én már többször megéltem, hogy nyilvánosan szídnak, aztán felhívnak telefonon, vagy ha találkozunk, akkor informálisan azt mondják, hogy tök jó, amit csinálsz, csináld tovább. Nekem meg kell mondanom ezt, mert hanem az enyém megesznek, de veled vagyok. De akkor már helyben vagyunk, ha itt a viták hiányáról is beszélünk, mert a Vókra ez éppen hogy jellemző, de akkor kicsit visszalépek. Ön szerint hogyan fogalmazná ön meg a Vók kultúrának a lényegét, a természetét? Három nagyobb forrása van ennek a Vogue, the Great Vogue, nagy ébredés kultúrának. Az egyik a 68-asok, ezt mi kezdtük el, mármint, hogy Európában mi kezdtük el. Herbert Marcuse 1965-ben írta a represszív toleranciáról. Ez picit olyan egyébként, mint a tűrt, tiltott, támogatott acéli hármas. Tehát, hogy azt mondja Marcuse, hogy a baloldal teljes mértékben tolerálni kell, a jobb oldalt, ami a fennálló rendnek a védelmezője, az teljes mértékben intolerálni kell. Tehát a tolerancia rájuk nem terjed ki. Tehát a jobb oldalra nem terjed ki a tolerancia, nagyjából ez a lényege, nagyon leegyszerűsítve. És ez a represszív tolerancia, tehát, hogy a tolerancia harcosai, vagy a tolerancia érharcosai a velük szemben álló, vagy velük más nézetek lévőkkel szemben intoleránsak, és ez erkölcsi joguk van, ezáltal egyébként a tolerancia fogalmát üresítik ide, mindegy. Ez a szép lassan átszivárgott Amerikába. És Amerikában ugye az egyetemeken kezdődött el ez a vókörület, vagy ott kezdte ezt a kultúrmarxista, 68-as kultúrmarxista eszmeiség berágni magát az egyetemi közegbe, ott találkozott ezzel a faji egyenlőség küzdelemmel, tehát az elnyomott feketék, elnyomott latinok, elnyomott ázsiaiak, a fehér felsőbbrendűség, nem tudom én micsoda. És akkor a harmadik, ami ehhez csatlakozott, az már a teljes idiotizmusnak a csúcs, ez a cancel culture, meg a safe space-ek, tehát hogy egész egyszerűen azt mondjuk, hogy zárójelezni kell, vagy törölni kell a kultúrából bizonyos a fehér felsőbbrendűséget demonstráló, vagy bizonyító kulturális termékeket, vagy egész kultúrákat el kell törölni. Másfelől pedig nem bánthatlak meg téged, tehát az én érzékenységemre mindenkinek figyelemmel kell lennie, de mindenkinek van valami fajta érzékenysége, és akkor eljutottunk a párhuzamos, a süketek párbeszédéig, tehát olyan párhuzamos kis buborékokig, ahol már nincs átjárás, nincs értelmes beszéd, hiszen nem tudom, hogy a következő mondatommal önnek melyik érzékenységét sértem meg. Tehát, hogy egész egyszerűen az értelmes diskurzusnak, az értelmes disputának a lehetőséget tűnt el, plusz ugye az
identitásunk különböző elemeit, sarkalatos elemeit kezdte ki ez a woke kultúra, tehát kikezdte a család fogalmát, kikezdte a biológiai tényeknek az egész világát, tehát hogy férfi és nő, ez ma már tudományosan tarthatatlan megállapítás, hogy léteznek férfiak és nők, ez már sértés, ha már ilyent mond az ember, miközben biológiailag igen. Tehát, hogy tudományosan szemlélve ezt a kérdést, igen, léteznek férfiak és nők, ezek tények, ezeket nem nagyon lehet tudni elhazudni, vagy felülírni a társadalmi nemek konstrukciójával. És elkövettük azt az ordas hibát, hogy a jelenkori érzékenységeket, ami okkal vagy ok nélkül jogos vagy jogtalanul, de érzékenység, visszavetítettük korábbi korok beszédmódjára. Tehát oké, ma nem szabad niggerezni, mert az sértő az afro-amerikaiak számára. Rendben van, van egy Mark Twain nevű zseniális író, egyébként a legnagyobb, vagy a legfontosabb amerikai stand-up díjat az Mark Twainről nevezték el, és Mark Twain az egyébként zseniális Tom Sawyer és Huckleberry Finn kalandjai sorozatban ott niggerezik, mert hogy az volt a beszédmód. Na most ugye az a megoldás, hogy akkor a Mark Twain művéből a nigger szót azt ki kell törölni, ez a cancel culture, ki kell helyettesíteni kell, de ezáltal meghamisítom a teljes Mark Twain életművet, tehát hogy ez abszurd. És ennek egy továbbfejlesztett változata, amikor azt mondjuk, hogy Mark Twain rasszista? Biztos előkerül ez a vád is, vagy már biztos, hogy előkerült, most mennyire nem követtem a egész egyszerűen, tehát egy darabig szórakoztatta, aztán riasztó, és az ember úgy dönt, hogy inkább akkor visszamenekül a saját kultúrkörébe, és nem tudom, Mikszát Kálmást olvas, aki szintén egyébként simán rasszistának bélyegezhető, ha lefordítjuk a Kárpát-medencei viszonyokra ezt a beszédmódot, és le is fogják fordítani, tehát én azt próbálom 2 éve megírni különböző publicisztikákban, hogy ne gondoljuk, hogy ez távoli probléma. Tehát mi azt gondoljuk, hogy mivel nálunk nem volt rabszolgatartás, nekünk nem voltak gyarmataink Afrikában, ezért nincs jelentős számú fekete bőrű lakosság sincs, ezért minket ez a kérdés nem fog érinteni. Dehogy nem fog érinteni. Tehát, hogy ez a bókörület azért veszélyes, mert mindig talál áldozati csoportokat. Tehát mindig van egy olyan kisebbség, aki áldozatként be tud állni az áldozati szerepbe, és az áldozati kultúrát tudja nagyon erőteljesen propagálni. És onnan kezdve már megvan az architektonikája ennek az egész mozgalomnak, hogy akkor lépésre mi fog következni, és akkor elveszik a saját szavainkat, nem fogunk tudni fogalmazni. Az előbb a férfi és a nő különbségtétel kapcsán, tehát most már lassan ott tartunk, hogyha egy nőre azt mondom, hogy nő, akkor az sértés. Tehát meg kell kérdeznem, hogy ő hogyan gondol önmagára, és akkor én úgy tudok hozzá viszonyulni, de hát könyörgöm, ha megnézzük a nyugati kultúrát visszamenőleg több ezer évre, szerelemről szól, halálról szól, a férfi és a nő viszonyáról szól, az utódlás, a halhatatlanság, a halandóság kérdéséről szól. Tehát ezek a mi, hogy mondjam, kulturális identitásunknak az alapelemei. Ezeket kivesszük, akkor mi marad nekünk? Tehát, hogy egyszerűen múlt és identitás nélküli emberekké fogunk válni, akiknek azután bármi legyúrható a torkán. Tehát, hogyha én nem tudom, hogy ki vagyok, honnan jövök, hová tartok, akkor én bárhol jól érezhetem magam, vagy bárhol rosszul érezhetem magam, az attól függ. Bármi jó lehet, és ez a bárhol szabadsága, meg a valahol szabadsága közti nagyon-nagyon fontos különbség. Tehát akkor egyszerűen eloldanak a szülőföldemtől, eloldanak a nemzeti keretektől, eloldanak a saját kultúrámtól, és tulajdonságok nélküli emberekként meg kvázi gyurmázhatóakká válunk, vagy idomíthatóakká válunk. Mit gondol, hogy itt egy kulturális háború zajlik, vagy egy politikai küzdelem zajlik a kultúráért? Ha van a kultúrharc fogalomnak értelme, akkor ez az értelme. Tehát ott igazából ugye az identitás politikai állításokkal, ez a woke kultúrának a nagyon erős pillér, hogy identitás politikai képződményekből táplálkozik, tehát az identitás politikai állításokkal nem lehet vitatkozni, nem egy vitaképes állítás. Tehát, hogyha ön azt állítja, hogy ön a természettudományi lexikon 7. kötete, és joga van hozzá, akkor én ezt nem vitathatom, tehát nem mondhatom, hogy nem vagy a természettudományi lexikon 7. kötete, látom, hogy nem az vagy. Ha joga van hozzá, és úgy gondoljuk, hogy joga van hozzá,
akkor, és én ezt kétségbe vonom, akkor nem egy állítást vonok kétségbe, hanem az egzisztenciáját vonom kétségbe. Tehát, hogy megszüntetem önt. Egzisztenciálisan zárójelbe teszem a létét. Ez nem egy vitaképes pozíció. Nem is olyan rég, tehát 10 évvel ezelőtt az ilyen típusú állításokat tevő embereket a széles társadalmi konszenzus mentén vagy mellett bolondok házába csukták. Tehát azt mondták, hogy te bolond vagy, őrült vagy, nem tartozol a normalitás világába. És ebben mindenki egyetértett. Tehát ha én kiálltam és azt mondtam, hogy én vagyok a természettudományi lexikon 7. kötete, vagy én vagyok Napóleon, ugye ez a másik klasszikus példa, akkor az emberek azt mondták, hogy na, ez megőrült, valaki vigye be, doktorok, nyugtassátok le, gumiszoba, és így tovább, és ebben mindenki egyetértett, tehát ez volt a társadalmilag helyes cselekedet. Ma teljesen komoly hírportálok mindenfajta irónia nélkül lehozzák azokat a híreket, amiben egy hölgy azt állítja, hogy ő szerelmes a csillárjában, de egy másik csillárra a bujikájba, tehát megcsalja a csillárját. Vagy ugyanezek a hírpoták tök komolyan lehozzák azt, hogy van egy lány, aki kutyának képzeli magát, és lehet sétáltatni, és barátját ez nem zavarja. Tehát, hogy az őrület létjogosultságot nyert. És hogyha nem tudunk különbséget tenni az őrület és a normalitás között, akkor minden őrületté válik. De ez egy ilyen nagyon szélsőséges individualizmus, vagy a szubjektív értelmezésnek egy nagyon szélsőséges kategóriája, amikor én mondom meg, hogy ki vagyok. A helyzet, tehát hogy ezt poszthumanizmusnak hívják, hogy a felvilágosodás óta legalábbis mi nyugati kultúrán belül úgy gondoljuk, hogy mi beléptünk a teremtő helyére. Tehát hogy addig az volt, hogy van egy teremtő Isten, aki megalkotta a világot, nem tökéletes, de ezáltal tökéletesíthető. Tehát én legalábbis katolikusként ezt tanultam, hogy a tökéletes világ az nem, a mennyek királyság az nem világról való, az majd az utolsó ítélet után fog eljönni annak az ideje, de addig is nekünk törekedni kell a jóra, tehát a tökéletlenségünkbe törekednünk kell jobbá tenni ezt a világot. Tehát ez az, ami a keresztény kultúrának a lényegét jelenti. Aztán jött a felvilágosodás, és a teremtő Isten helyére belépett a racionális ego, vagyis az ember egy ilyen alter deusként, egy másik istenként kezdett el viselkedni, és úgy gondolta, hogy nincs szükségünk most már transzcendenciára, nincs szükségünk istenítéletre, nincs szükségünk isteni sugallatokra. Mi az ész vallása, az majd mindent megold. Tehát, hogy tudományosan, racionálisan minden megoldható. És akkor ebből lett a 20. század nagy traumája, amikor az auschwitzi haláltáborokat mérnöki precizitással találták ki. Tehát a tudomány jó-rosszra is használható, és használták is rosszra. Erről egyébként Hannah Arendt tudott nagyon szépeket írni, vagy nagyon elgondolkodtatóakat írni, gonoszban állítása kapcsán. Tehát, hogy a ráció diadal menete megbicsaklott ott, akkor, amikor elkezdtük saját embertársaink tömeges pusztítására használni. Tehát saját magunk ellenébe fordítottuk. Illetve hát a globális felmelegedés kérdése az megint csak arról szól filozófiailag, hogy rájöttünk, vagy most már kezdünk ráébredni arra, hogy az emberi ész véges, tehát nem tudunk számolni az összes lehetséges következménnyel. Az csak az Isten képes. Az emberi ész, mivel véges ész, ezért az összes következményt nem tudja kiszámítani, ezért minden döntésünknek lehetnek olyan következményei, amelyeket egyébként nem szándékoltunk, tehát nem egy szándékolt következmény, de visszaüthet a saját életünkre. És akkor erre lett az a megoldás, ez a poszthumán történet, hogy most nem visszahelyezkedik az ember a teremtett létkelős közepébe, ez lenne a keresztény útvonal, tehát a keresztény környezet tudatosság egész egyszerűen arról szól, hogy felismerem, hogy én is teremtett lény vagyok, és visszalépek a teremtett létbe, mint csak része, vagy gazdája, vagy jó pásztora ennek a bizonyos teremtett világnak, hanem akkor azt úgy döntöttek egyesek, hogy akkor ezt az egész antropocentrikus világképet úgy fogjuk dekonstruálni, lebontani, hogy kivesszük belőle az embert, túllépünk az emberen. Tehát most már nem az ember a fontos, az, amit mi nyugati világban személyként ismertünk, hanem valami olyan fajta biomassa fele tolnak el, aminek mindenfajta kis nyúlványai lehetnek, kiegészítő virtuális valóságtól elkezdve a különböző protézisekig, egy csomó mindennek kiegészíthetjük, de nem tökéletesítjük az embert ezáltal, hanem lebontjuk az embert, tehát egyszerűen betolnak egy fogyasztói pozícióba,
és ráadásul ezt is megpróbálják úgy limitálni, ez a kicsit ilyen ökoterrorista módon, hogy az ember jogait szembeállítják az állatok jogaival. Még egy lépés, és elérkezünk a füvek jogaiig, tehát hogy Szabó Tíme, a képviselőasszony most már a fákhoz láncolja magát, és a fák jogairól beszél. Most nem a környezetpusztítás mellett foglalok ezáltal, csak az abszurditását próbálom érzékeltetni, hogy hova fajul ez a jogszaporítás. Tehát most az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát nem adok rá egy-két évet, ki fogják venni belőle az emberi jogok egyetemes nyilatkozatához az emberi szót. Tehát lesz majd egy ilyen univerzális jogok nyilatkozata, ahol a bálnák jogaitól a nem tudom, cserebogarak jogain át mindenkinek joga lesz mindenhez. Említettem még a beszélgetés elején a kultúrmarxizmus kifejezést, és sokan vitatkoznak azzal, hogy az, amit most látunk, akár a cancel culture, akár a woke mozgalomnak, kultúrának ezek a hatásai, ezek neomarxisták-e, avagy sem? Ők mondják magukról. Tehát, hogy ez nem egy vita kérdés, hanem ők pozícionálják magukat vissza, ők az eredeti Marxot ismerik, mondják ők. Tehát, hogy az a marxizmus, amit mi megéltünk az elmúlt nem tudom, tehát 45 és 90 között tágabb értelembe véve. Tehát az a diktatúra, az a kommunista diktatúra, amit mi kommunista diktatúrának hívunk, de ma már nem úgy kell hívni, hanem nem tudom, hogy kell hívni, tehát már az új múlt Kft. Elkezdett dolgozni, és átírjuk a saját múltunkat is. Az egy félreértett marxizmus, az igazi marxizmus, az most az, amit éppen azok az új marxisták csinálnak, tehát ők definiálják magukat új marxistaként. Közép- és Kelet-Európában ez kevésbé hangzik szexin, tehát hogy nem szívesen mondják ők saját magukra pont azért, de ha megnézzük ez a balos fő ideológusoknak a különböző publicisztikáikat, akkor ők büszkén mennek vissza a marxi vonalra, tehát hogy ők az igazi Marxot olvassák, és az igazi marxi gondolatokat próbálják 21. századi létmódra applikálni, tehát hogy ez az, tehát kultúrmarxizmus. De akkor Marxnál megtalálhatóak ezek az elemek? Marx egy olyan gondolkodó volt, akinek a gondolati elemei közül elég sokat lehet építeni, és elég sokan is építkeznek rá, nyilván kicsit szelektív módon a saját ideológiájuk megtámasztására. De hát ilyen filozófusunk rengeteg van, tehát hogyha jól beleássunk a különböző ideológiákban, és van egy némi filozófia történeti ismeretünk, akkor rájönk, hogy Platón is beszélt ezekről a kérdésekről, vagy Szent Ágoston is beszélt ezekről a kérdésekről. Tehát, hogy a filozófia történeti gyökereit meg lehet találni. Kérdés az, hogy ki az, akit zászlóra érdemes és kell tűzni. Tehát most van egy rengeteg olyan szöveg, ami egyébként a Martin Heideggeri gondolatvilágból gyökeredzik, onnan táplálkozik, csak Martin Heidegger nevét nem mondjuk ki, mert náci volt. Tehát ő hirtelen cancel culture, tehát hogy hirtelen zárójelbe került, és nem beszélünk róla, miközben tőle lopjuk a gondolatainknak egy részét. A másik ilyen például Lukács György, akinek szintén elég nagy hatása volt, őről meg Közép- és Kelet-Európában nem szívesen, vagy őre nem szívesen hivatkozunk, mert mégiscsak egy kommunista vérbíróként működött, vagy népbiztosként működött, bocsánat. Tehát, hogy aktívan hozzájárult saját nemzettársai halálához, ezért felelősséget kell neki idézőjelben vállalnia, nincs akinek, de hogy ezért mi nem szívesen hivatkozzuk őt le. Ha arról gondolkodunk, hogy mondjuk ennek a woke kultúrának mik azok a főbb tézisei, ugye most beszéltünk arról, hogy a faji megkülönböztetéssel kapcsolatban van nekik egy ilyen univerzalista megközelítésük, ott bizonyos szavak már nem használhatók. Mik még azok a területek, akár itt a gender kérdés is szóba jött, van még olyan terület, amire úgy szintén a woke megpróbál így rárepülni és megváltoztatni akár a gondolkodásmódunkat és beszédünket? Nagyon érdekes ez a faj, maradjunk egyről a faj megkülönböztetést, mert ez a leglátványosabb és leghangosabb része mostanában, ez a BLM mozgalom, ugye. Az, hogy rabszolgákat hurcoltak el Afrikából, és több száz évig rabszolga sorba tartották a fekete bőrű amerikaiakat, ez tény, tehát ez egy történelmi tény, ezt senki nem akarja vitatni. Az a kérdés, hogy ezért ki a felelős? Felelős lehet-e a teljes fehér nyugati kultúra, tehát mindenki, aki fehér bőrű, de ha igen,
akkor mennyiben felelősek azok a fekete fajtársaik, akik Afrikában rabszolgakereskedőként eladták a saját fajtársaikat. Tehát, hogy az afrikai rabszolgakereskedelem a partokon bonyolódott, odáig el kellett vinni a rabszolgának felkínált fekete bőrű afrikaiakat, azt meg mind feketék csinálták generációkon át, mert jó tejelő biznisz volt annak idején rabszolgákkal kereskedni. Nem fehér emberek mentek be karavánokkal Afrika belső részébe is, rabolták el a törzseket, hanem ezt szintén feketék csináltak. Az ő felelősségét is fel kellene vetni. Ha ez nem vetődhet fel, akkor az univerzalizmus a fehér bőrű emberek egészére sem lehet érvényes. Tehát mi közünk nekünk Magyarországon a portugál rabszolgakereskedőkhöz. Tehát, hogy van-e olyan közös múltunk, van-e olyan közös kollektív identitásunk, ami miatt az ő bűnükért mi felelősséget kellene, hogy vállaljunk. Tehát bizonyos méretek fölött ez már nem működik. Tehát ami miatt mi felelősséget tudunk vállalni, az mondjuk az elődeink által elkövetett bűnök. Tehát a kommunizmus diktatúrája alatt, vagy a náci diktatúra alatt, vagy még korábban elkövetett bűnök, amit a mi elődeink követtek el, ezért mi bocsánatot kérhetünk. Az, hogy Lipót belga király mit csinált, nem tudom, a belga Kongóban, ahhoz nekünk semmi közünk nincs. És ezt kellene való megérteni, amikor ez az áldozat elkövető pozícionálást megpróbáljuk legalábbis végig gondolni, ha nem is elfogadni. Ugyanis ebből, ha ezt nem csináljuk meg, akkor az következik, hogy a keresztény fehér felsőbbrendű férfi az ma a legbűnösebb létező lény, még csak nem is személy az ő szemükben, aki csak létezik. Tehát azáltal, hogy az én kisfiam megszületett fehérként, megkereszteljük férfiként, legalábbis úgy nevelem, ezáltal ő már a legbűnösebb lény a világon. Tehát számomra elfogadhatatlan apaként is, meg a saját személyemet tekintve is. Ez az egyik része a problémának. A másik része az a BLM mozgalom és a cancel culture-nek az összefonódása. Tehát én elfogadom azt, hogy az afroamerikai kultúra az egy értékes kultúra. Rockzenész vagyok, imádom a blues-t. Olyan rockzene számokat játszunk közben még a bandámmal, amit afroamerikai baromi jó zenészek írtak. Nagyon jó hallgatni, tényleg szeretem azt a kultúrát. De az nem jelenti azt, hogy a sajátomról le kell mondanom, azért, hogy azt élvezhessem. Tehát, hogy nem zárja ki a kettő egymást. Tehát, amikor az Európai Unió elmondatát megalkották, hogy egység a sokszínűségben, akkor a kulturális sokszínűségen tartották számon, és úgy gondolták, hogy a kulturális sokszínűség termékeny egymásra hatása az jó. Most ezt kezdjük el kivágni, tehát jött ez a liberál-fasiszta történet. Ők majd megmondják, hogy mi a jó és mi a nem, és egyszerűen kezd homonímmá válni ez az egész kultúra, ami nyelvi szegénységben, gondolatrendőrség által szabadságszegénységben fogan, tehát hogy magyarán rabságban fogad, tehát hogy egyre kevesebb a szabadságunk, és ez nekik se lesz jó, tehát a BLM mozgalom számára sem lesz jó, hiszen, és akkor itt jön a harmadik rész, az ő kultúrájuk, ugye, és ezt mindig el is mondják egyébként, az egy kicsit ilyen integratív kultúra, tehát hoztak magukkal hagyományokat Afrikából, de mindent beépítettek, amit láttak az adott környezetben, teljesen egyébként a magyar kultúra és ilyen típusú kultúra, és az a zene, amit ők most sajátjuknak éreznek, az bizony különböző európai gyökérzetből is táplálkozik, tehát nem egy natív, nem tudom, szubszaharai törzsi énekből táplálkozik, hanem az ott Amerikában alakult ki, az ő közvetlen kulturális reakciójuk volt az őket körülvevő valóságra, és ez jó dolog. Tehát, hogy azt kellene megérteniük a BLM-eseknek is, meg az összesen cancel culture-eseknek, hogyha elkezdik kinyírni azt a kultúrát, ami 2000 éven keresztül formálta a világot, azáltal saját magukat öngyilkolásszák meg. Tehát ott fognak maradni végleges térben, és nem lesz szavuk. Tehát a BLM kultúra angolul, amerikai angolul szólal meg. Nem törzsi nyelveken, a fehér ember szavaival szólal meg. És ugye a nyelv az ebből a szempontból nagyon befolyásolja a gondolkodást, tehát hogy amilyen szavaink vannak, nem véletlenül kezdik el kitiltani a bizonyos szavakat, amilyen szavakat használunk, ahogyan gondolkodunk, az a valóság értelmezésünkből táplálkozik, az a kerete. Nyelven túl nincs megértés. Van matematikai megértés, zenei megértés, de ez mind nyelven túli megértés.
És hát nyilván ez is a cél azzal, hogy bizonyos szavakat nem szabad használni, másképp kell használni, hogy mondjuk a mi gyerekeink már ne is úgy gondolkodjanak, mint hogy mi gondolkodtunk, nem? Mondok egy nagyon egyszerű példát, ezt leírtam már többször, de nem árt minél többször elmondani, ez a tolerancia szónak az eredeti értelme és a mai használt értelme közötti különbség. Tehát a tolerancia szót, amikor annak idején kitalálták John Locke-ék, ugye ez a levél a vallási türelemről, meg egyéb szövegeiben van benne, és elkezdték ezt kidolgozni, akkor az arról szólt, keresztény valláson belüli toleranciáról szólt a történet, hogy én elfogadom, hogy te más gondolsz bizonyos dogmatikai kérdésekben, de nem helyeslen. Tehát én katolikusként nem helyeselhetem, amit a protestánsok gondolnak, hiszen dogmatikailag összeférhetetlen. Nem tudom, egy katolikus és egy unitárius nem érthet egyet dogmatikailag, hiszen az egyik szerint Jézus Isten fia volt, a másik szerint nem volt Isten fia, tehát dogmatikailag kizárja a kettő, hogy én helyeseljem az unitárius vallást. De elfogadom, tehát eltűröm, hogy van. A mai értelme a toleranciának az, hogy helyeslem is. Tehát abban a pillanatban, hogy elfogadtam, helyeselnem is kell. Nem értek egyet a Budapest Pride-dal mondjuk, tehát nem értek egyet a homoszexuális felvonulásával, de tolerálom, elfogadom. Nekik erre van igényük, tőlem vonulja, nekem ne kelljen vonulnom, tehát hogy kötelező lesz, az már gáz. De elfogadom, tehát hogy nem megyek oda, nem kiabálok, nem dobálom őket, azt mondom, hogy engem nem érdekel. Tehát kicsit túl van az én ízlés határomon, de hát nekik erre szükségük van, csinálják. Ezt jelenti a tolerancia az én értelmezésemben. A multik értelmezésében ma már azt jelenti a tolerancia, hogyha Budapest Pride van, a multiknál dolgozók kötelező módon, helyeslő módon kell viszonyuljanak a Budapest Pride-hoz. Tehát ki kell tenni a szivárványos kis, nem tudom, csuprokat, abból kell inni a kávét, tehát hogy látványosan, de most ki kell állni a homoszexuálisok jogai mellett, vagy tehát hogy egész egyszerűen nem ez az értelme. Tehát eredetileg nem erre találtuk ki ezt a szót. Nem így használtuk több száz éven keresztül. Most megváltoztatják ugye a szavainknak az értelmét, aminek meg nem tudják megváltoztatni az értelmét, azt meg letiltják. És ezáltal teljesen átformálják a gondolkodásunkat. Tehát én már láttam azt sajnos, hogy két generáció már nem találta egymással a közös hangot, tehát a nagymama és az unoka már nem tudott egymással beszélni. Ezt asszimilációnak hívták Erdélyben, Romániában. Tehát, hogy a nagymama még magyar volt, az unokája az már román volt, nem tudott magyarul, és egész egyszerűen nem tudtak beszélgetni. Tehát a nagymama és az unoka nem volt egy közös nyelvük, amin beszélgessenek. Hogy ezt átfordítom kulturális identitásra és értékkészletre, akkor oda fogunk eljutni, hogyha ez az agymosás sikeres lesz, hogy én a saját unokámmal nem fogok tudni, mind a ketten magyarul fogunk beszélni, remélem, de nem fogunk tudni, mert ez nem lesz egy közös nyelvünk, nem fogjuk érteni egymást. Mert mást értünk a szavak alatt. Igen. Igen. De ugye ennek a toleranciának még egy lépése, vagy egy előrelépése az, amikor nem szabad kimondani véleményeket a dolgokról. Tehát akár most itt, ha már a Pride-ot említette, akkor akár a homoszexualitásnak a keresztény véleményét, hogy mit gondolunk mi keresztényként például erről a cselekedetről, ezt már nem lehet kimondani bizonyos államokban, és ezt az is bizonyítja, gondolom ön is találkozott a hírrel, hogy Finnországban bíróság elé állítottak egy volt miniszterasszonyt, amiatt, mert olyan Twitter bejegyzést osztott meg, amiben Pál apostol szavai voltak olvashatók. De ez az abszurditás tettő fok, amikor a saját kulturális bázisunk idézhetetlen, mondjuk a Szent Biblia idézhetetlen, tehát nem idézhetünk belőle, miközben az ő gondolkodásukat, tehát akik ezt az ítéletet meghozzák, nagyban befolyásolja, ugyanez a keresztény értékkészlet, tehát hogy az egyenlőség elviség, az Isten előtt mindenki egyenlő, ebből jön egyáltalán, tehát hogy a keresztény kultúrából jönnek nekünk ezek a politikai eszméink. Másfelől pedig ugyanezek az emberek tömegesen importálnak közel-keletről olyan muszlimokat, akiknek sokkal durvább a viszonyulások, mondjuk a homoszexuálisokhoz, vagy akár a zsidókhoz. Tehát miközben a kereszténység eljutott arra a pontra, hogy toleráns a melegekkel szemben, toleráns az eredeti értelmében. Az eredeti értelmében. Tehát, hogy nem szereti, nem helyesti, de elfogadja, hogy létezik ilyen párkapcsolat, és nem foglalkozunk 18 év fölött, nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, kikivel bújik ágyba, mert ez magánügy, nem ránk tartozik. Sikerült nagy nehezen túl lennünk ezen az egész traumán, a zsidó-keresztény szembeállás traumáján, akközben tömegeket importálunk, akik antiszemitek, és hát a homoszexualitást elég keményen büntetik. Tehát ez a kettős mérce, az ellentmondás. Erre rá fog menni Európa.
Erre rá fog menni Európa, mert ez egy nagyon erős vallási identitású közösség, aki most éppen beáramlik illegálisan vagy legálisan, teljesen lényegtelen ebből a szempontból. Ők náluk, tehát a muszlimoknál, most nem azt mondom, hogy ez nem értékítélet akar lenni, de a muszlimoknál az isteni törvénykezés felülírja a világi törvénykezést. Nekik nem kell elfogadniuk azokat a törvényeket, ami egy adott ország határain belül érvényesek, ha azok ellent mondanak az isteni törvényeiknek. De az is érdekes, hogy Európában igazából a migráns helyzetről sem szabad már őszintén beszélni. Tehát, hogy magát ezt az egész témát, amiről mi beszélünk, az azokban az államokban, ahol ez nagyon súlyos kérdés és nagy probléma, ott erről ilyen nyíltan nem biztos, hogy meg lehet nyilvánulni. Igen, mert rögtön fasisztázzák az embert, meg intoleránsnak nevezik, meg rasszistának nevezik, miközben egész egyszerűen ez a racionális kérdés, tehát hogy kódolva van a konfliktus. A keresztény és az iszlám mindig konfliktusba állt egymással. Tehát olyan nincs, hogy volt pár ezer évünk kipróbálni, nem tudunk békésen egymás mellett élni. Tehát az állapot, amikor az oroszlán együtt legel a bárányjal, az valóban megvalósíthatatlan ezen a földön. Tehát, hogy ez egy kódolt konfliktus van. Mondom ráadásul, egy nagyon erős identitású közösségről beszélünk. Ezzel szemben van egy széteső identitású európai vagy nyugati kultúra, ahol egymás után lövik ki a különböző tartószlopainkat. Tehát az a kérdés, hogy ki fog kihez integrálódni, az már eldőlt. Tehát, hogy Európa muszlimizálódni fog. Engem a Facebookról akkor tiltottak le, amikor egy erre vonatkozó Kertész Imre gondolatot osztottam meg. És a Facebook gondolatrendőrei szerint az egyetlen magyar Nobel-díjas írónk gondolatbűnt vagy gyűlöletbeszéd vétségébe esett. Ezek tények, tehát ezek folyamatok, amire nekünk nem nagyon van más eszköztárunk, csak politikai. Tehát, hogy ezért próbáltunk mi annak idején, azt hiszem, egy vagy másfél évvel ezelőtt úgy érvelni, hogy ma a kultúra az politika is, és fordítva is. Tehát az, hogy létezik Petőfi Irodalmi Múzeum, az egy politikai állítás ma már. Nem természetes, vagy nem magától értetődő, mert ezáltal a mindenkori kormányzat azt mondja ki, hogy létezik olyan magyar nemzeti irodalmi örökség, amely megvédésre érdemes, amely gondozásra érdemes. És én a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójaként elsősorban a magyar irodalmi hagyatékért, örökségért vagyok felelős. Nem azért, mert gondolom, hogy jobb lenne, mint a román, vagy a szerb, vagy a távol-keleti bármelyik, hanem azért, mert ez a miénk, ez fontos. És azáltal fontos, hogy ez a mi örökségünk. Ez egy politikai álláspont. Tehát ma már ez egy politikai álláspont. Nem magától értetődő. Ugyanígy, amikor mi azt mondjuk, mi alatt most a Fideszt értem, vagy a regnáló kormányzatot, amikor azt mondjuk, hogy számunkra a család a legfontosabb, ahol anya, nő, apa, férfi, ezek hardcore politikai állítások. Miközben tény megállapításnak hangzana mondjuk korábban, tehát hogy 20 évvel ezelőtt nem nagyon értettük volna, hogy miért kell ezt kimondani, hát ez evidencia. Ezek ma már politikai mondatok, tehát ki kell mondani, ki kell állni, tehát hogy értékelkötelezetten dolgozunk, és nekünk ezek az értékeik, és ha ezekhez az értékekhez nem ragaszkodunk, akkor minket meg fog enni vagy a muszlim bevándorló tömeg, vagy az a globális idiotizmus, ami egyre inkább elképesztő profi marketinge, de teret nyert, tehát az összes kultúrafogyasztásunk jelen pillanatban több 80%-a online. Áttevődött a pandémia, erre még rátett egy lapáttal. Online fogyasztjuk a kulturális tartalmakat, és ma már nem tudok egy olyan sorozatot megnézni bármely globális szolgáltató platformon, hogy ne legyen benne ez az idézőjeles érzékenyítés. Tehát, hogy én nem néztem soha, nem tudom miért, de a Szex és New York új évadát az egyik munkatársnőm bejött felháborodva, hogy már nem tudja nézni, mert ott van benne most már minden. Tehát a nem váltó gyerektől a 20 év házasság után leszbikussá váló, nem tudom, főhősön által, nem tudom ki, igen, nem nagyon tudom beazonosítani szereplőket, de hogy indokolatlanul, dramaturgiailag indokolatlanul mindig bele van húzva ez a vonal. És ezáltal átmossák az emberek agyát. Tehát el fogunk jutni odáig, hogy az, ami számunkra most mondjuk nem a normalitás része, az válik a normalitássá, és mi, akik úgy gondoljuk, hogy ebben a hagyományos keresztény, európai, nyugati, nemzeti kultúrában legalábbis jól érezzük magunkat, mi leszünk az abnormálisak. Én akartam is kérdezni, ez a woke kultúra talán a legtetten érhetőbb a filmiparban. Tehát az az, amit mindannyian látunk, az is, aki annyira nem néz utána a dolgoknak. Az irodalomban azért nem látjuk ezt ilyen nagyon erőteljesen, mert mondjuk a nyelvi korlátok miatt nyilván nem tudunk annyi külföldi irodalmat fogyasztani, és
talán itt a film felhívja a figyelmet arra, hogy ennek milyen veszélyei vannak, de önnek mi a véleménye, hogy a magyar irodalom is veszélyben lehet előbb-utóbb? Hát így, hogy a magyar irodalom nem, tehát hogy mindaddig, ami van olyan szerző, aki magyarul ír, magyar olvasó van az ő horizontján, és azt szeretné, hogy 100 év múlva is magyarul olvassák az ő műveit, addig magyar irodalom lesz, hogy mi a témája, az egy másik kérdés, tehát hogy konkrétan mire reagálnak éppen az adott írók, de ez az alkotói szabadság kérdés körébe tartozik, tehát ebben nem szoktam én beleszólni, mindenki arról ír, amiről akar. Láttam olyan gyerekkönyvet egyébként, nem magyar szerzőtől, ahol ez a képes kis kemény táblás, kemény belső lapos könyvecske, ahol arról szól a történet, hogy nem tudom, rakoncátlankodik a kis cica, nem akarja megenni a tejet, és akkor apu és apa segítenek a kis cicát megitatni a tejjel, meg anyu és anya altatják a kisfiút. Tehát, hogy ez a típusú érzékenyítés azért nagyon durván kezd bejönni. Valószínűleg az irodalomban is lesznek ilyenek, de ezeket egymásnak írják. Tehát, hogy a tömegkultúra és a szépirodalom, vagy elitkultúra között az a különbség, ugye, hogy a tömegkultúrának rettentesen professzionális a marketing készlete. Azt hallgatod, ami jön, a fogyaszt az a könnyebb ellenállás irányába megy, azt nézed, amit szemed elé raknak, ha meg tudják jól feszesre húzni a dramaturgiát, akkor neked mindegy, hogy most egy leszbikus szuperhős van ott, vagy nem leszbikus szuperhős, hiszen a szuperhőst akarod látni, tehát hogy mind, hogy az átlag fogyasztó szempontjából mondom. A szép irodalom ebből a szempontból egy igényesebb olvasót feltételez, agymunka, tehát olvasni eleve agymunka, ugye össze kell rakni a fogalmi szavakat, össze kell olvasni a betűket, és akkor fogalmilag valahogy meg kell tudnom érteni, hogy ez miről beszél. Ezért ennyire direktben nem tud működni, és ezt azért tudjuk, hogy ennyire direktben nem tud működni, mert ezt is kipróbáltuk a kommunista időkben, ezt úgy hívták, hogy agitprop. Tehát volt agitációs, ugye a propagandát kellett írnia, vagy a vezérszületés napjára, vagy a hőstermelő parasztról, vagy a becsületes munkás emberről, a nem tudom, korunkhőséről, és így tovább. Mindenki megírt az agitprop darabjait, és ma már nem beszélünk róla, mert egész egyszerűen nem működtek. Tehát az agitpropnak nincs irodalmi értéke, tehát ki fog húlni az idő rostáján. Úgyhogy ebből a szempontból én nem félek attól, hogy az irodalomban is masszívan beszűrömkedne, mert hogy az olvasók azért, mondjam, saját realitásukban élnek. Tehát az, hogy nagyvárosban van egy bizonyos életmód, amire azt gondoljuk, hogy az a trendi és az a mainstream, ez a progresszív, és akkor ez bármelyik másik nagyvárosban találkoz, ezt szoktam én Starbucks kultúrának hívni, az egy dolog, de ez egy nagyon vékony rétegnek az életmódja. Az emberek többsége, hogy is mondjam, saját valóságában él. Tehát legyen az a nem tudom, a 8. kerületi panel, vagy egy vidéki város, vagy akár egy zsákfalu, ott van egy saját valósága, ahol azzal szembesül, hogy a tetteinek vannak következményei. Tehát, hogy egy következményekkel terhelt világba él. Nem megyek be melózni, nem lesz fizetés, nem tudom kifizetni a rezsit, levágják a villanyt, ott vagy az asszony, törörö. Tehát, hogy nem alkalmas időben vettem el a búzát, nem lesz búza belőle. Vannak következmények a valódi világban, a Starbucksban ott nincs következmény. Ott el lehet ezt az egész jó emberkedő ideológiát játszani, úgymond, mert teljesen mindegy. Tehát 2 hét múlva találnak egy újabb áldozati csoportot, amellé állnak ki jó emberkedni, és ugye elvannak különböző ösztöndi rendszerekkel, meg egyetemi, meg akadémiai műhelyek által fenntartva, vagy egzisztenciálisan fenntartva. Valóságban ez nem így működik. És az igazi író, az nem a másik írónak ír, mert mostanában az a baj, a kortárs irodalom jelentős része a másik írónak, meg a szakmának ír. Az igazi író, az igazi olvasónak ír, tehát azt szeretné, hogy minél többen vegyék meg a könyvet. Az író is egy hiú ember, azt szeretné, hogy ő egy sztáríró legyen, őt olvassák, és így tovább el kell találni az olvasóját. Azt az olvasót, aki a saját valóságában él. De ez egy picit ijesztő is egyébként, amit mond, mert ahogy látjuk, az egyre fiatalabb generációkat felnőni, egyre inkább azt a tendenciát látjuk, hogy kevesebbet olvasnak, és többet használják az online világot, több időt töltenek az online térben. Márpedig ott előkészített eledeleket kapnak, és az az eledel attól függ, hogy aki azt csinálja, az milyen ideológiával bír. És ez még nehezebb korszak fog következni. Most a nagy kiadói koncernek vezetőivel beszélgettem az elmúlt hetekben, és most van egy nagyon-nagyon erős konjunktúrája a gyerekkönyveknek. Tehát rengeteg gyerekkönyv fogy. Azért, mert a szüleik, tehát hogy most azok nevelnek gyereket, akik a Harry Potterrel könyvben találkoztak. Tehát volt még egy nagy könyvélményük. Harry Potter 7 kötet végig kellett rágni, az könyvtárként is azért látványos. Tehát megszokták, hogy mondjuk könyv.
De a Harry Potter, a könyves Harry Potter nemzedék és a gyerekeik közötti generációknak nincs könyvélményük, ők nem találkoztak élményszerűen így, ilyen nagy, akár a világon mindenütt terjedő vagy híres könyvterméken, most csúnya szó, de könyvtárgyal nem találkoztak, és az online világ valóban beszippantja. Tehát egyrészt a könyvkultúra számára jön egy kicsi ínségesebb időszak, amin meg kell tudnunk nekünk valami fogást találni, tehát segítenünk kell ebben. Másfelől pedig az online világ ugye arra fele halad, nem véletlenül nevezték át a Facebookot Metává, hogy egyfajta metaverzumként a virtuális valóság be fogja zabálni, fel fogja zabálni a hétköznapi analóg vagy offline valóságunkat is. És itt az a kérdés, hogy mit tudunk tenni ellene. Egyrészt meg kell nyilván erősíteni a valóság, tehát az analóg vagy az offline élményátadást, tehát hogy ki kell tudni az embereket mozdítani a képernyők elől, és azt kell tudni mondani, hogy ha oda mész arra a helyszínre, ott kapsz egy olyan élményt, amit nem kapsz a képernyő előtt meg. Tehát, hogy ez azért egy nagy kihívás. Nagy kihívás. Másfelől pedig, ha már lesz ilyen, hogy metaverzum, akkor az a kérdés, hogy ki rendezi be. Mert ha nem mi rendezzük be, akkor onnantól kezdve nem a saját életünket fogjuk élni a metaverzumban, tehát a digitalizálás, a kulturális digitális örökségünknek az egyébként elég szép állapotban lévő egészét kell tudnunk úgy feldolgozni és közzétenni, hogy a metaverzumot be tudjuk rendezni a saját tárgyainkkal, tehát a saját kulturális örökségünk digitalizált másaival. És erre minden részelem adott, többé-kevésbé, készült is többféle stratégia. Én jelenleg a közgyűjtemény digitalizálási stratégiát próbálom tolni ebbe az irányba, mint miniszteri biztos. Tehát, hogy rendelkezésünkre állnak ezek a bizonyos tartalmak, fogalmazzak így, csak a formátumot kell mindig eltalálni. Tehát én arra próbálom rávenni a velem együtt dolgozó kreatív embereket, hogy ne feszüljenek rá a formára. Tehát az, hogy milyen típusú műsort csinálnak, vagy milyen típusú kulturális hordozón mit próbálnak közvetíteni. A formátum az adott, az mindig megtanult az egy technika. Az, hogy mi ülünk és podcastet, vagy rádióadást veszünk fel, amiből majd podcast lesz és YouTube, ez egy formátum kérdés, ez egy technikai kérdés. Az a kérdés, hogy milyen tartalmat tudunk bevinni ezekbe a bizonyos technikai feltételek közé. Tehát nekünk tartalmakat kell tudnunk gyártani, és olyan tartalmakat kell tudnunk gyártani olyan nyelven, ami 21. század módon eléri a fiatalokat, eléri az egyáltalán kultúra iránt érdeklődőket. Nagyon, nagyon szomorú statisztikáim vannak, most a századvégesekkel kielemeztettem a kulturális adatbázist 12 és 21 között, tehát hogy milyen típusú pályázatok, hova mentek pénzek, milyen kulturális fogyasztás született, vagy érhető tetten az elmúlt mondjuk így szűk 10 évben, és hát lehangoló. Tehát, hogy innen szép nyerni. Hát reméljük, hogy nyernek, de még nem engedem el, ugyanis még van egy ilyen utolsó kérdésem. Ugyanis egy interjúban azt mondta, hogy a szólás, vélemény és alkotás szabadság utolsó védvára a Fidesz. És az elején említette, hogy a Vogue kultúrával kapcsolatban több publicisztikát írt. Mit gondol, hogy hogyan lehet felvenni a harcot ezzel a fajta Vogue kultúrával? A publicisztika elég, vagy van olyan fajta politikai feladat vagy eszköztára akár a jobboldali nemzeti kormányoknak, amit be tud vetni? Egyrészt mi vagyunk a szabadság őrei, tehát maradjunk ennél. Tehát, hogy amíg mi toleráljuk, tehát elfogadjuk, nem helyeseljük, de elfogadjuk, hogy mondjuk Tamás Gáspár Miklós nagy nevű filozófus mást gondol a világról, mint mi, és ennek ő hangot is adhat, és semmifajta retorzió, sőt, én örömmel olvasom, azért merek ráhivatkozni, tehát TGM az egyik kedvenc ilyen úgynevezett eszéistám, vagy publicistám. Addig itt szabadságról beszélünk. Amikor ez már nem létezik, tehát amikor letiltanak minket, nem mondhatjuk el a véleményünket, akkor már nincs gondolatszabadság, az egy halott világ. Tehát a Vogue világa az már önmagában születésénél fogva magába hordozza a saját halálát. Az egy nagyon rövid ideig fenntartható rendszer, és össze fog omlani pont azért, mert nem szabad. Az egy diktatúra, és a diktatúrák összeomlanak. Tehát erre gondoltam akkor, amikor mi azt mondtam, hogy a Fidesz, vagy a nemzeti jobboldali kormányok az utolsó védvára ennek az egész szabadságnak. Tehát minket nem érdekel, hogy a melyik színész, melyik rendező, melyik zenész mit alkot, tehát tartalmilag nem foglalkozunk az ő alkotásaival. Akkor, hogyha közvetlen aktuálpolitikát csinál, akkor nyilván reagálok én is, de az már agitprop, tehát az már nem művészet, hanem agitprop. Politikai térbe lép be, politikai kijelentéseket tesz, politikai választ kap, ez ilyen egyszerű ez a történet. Tehát, hogy
bemész a focipályára, nem mondhatod azt, hogy én most nem lábbal rúgom a labdát, hanem kézzel megfogom, elviszem a kapudig, és ott berúgom a gólt, és hogy ez helyes, tehát nem hozhatok más szabályokat. Politikai térben politikai szabályok vannak, kulturális térben kulturális szabályok vannak. Ez az egyik része a történetnek, de amit mi tehetünk, és ez nem is annyira a kormány, mert a kormány csak a lehetőségeket tudja biztosítani, hogy akkor nem tudom, az infrastruktúrát fejleszt, több pénzt tesz be a kultúrában, lehetővé teszi a munkát, a szabadságot, az alkotást. A jelenleg csak a Petőfi Irodalmi Múzeumból évente 500 millió forintot fizetünk ki kortárs íróknak. Tehát, hogy írjanak. 500 millió forint, az nem kevés pénz. És ez csak az irodalom, és csak a Petőfi Irodalmi Múzeum, az összes többit most nem számolom. Tehát, hogy rengeteg pénzt biztosítunk, vagy megtámogatjuk az alkotókat, hogy alkassanak. De amit nekünk tennünk kell, és ez inkább a kulturális intézményvezetőknek, vagy a kultúra valami fajta koordinátorainak, vagy menedzsereinek, mert én nem vagyok a kultúra vezetője, a kultúrát, mint olyan nem lehet vezetni. Azt a céleltárs megpróbálta, de azt neki se sikerült. Tehát, hogy nem ez a szerepálma. Inkább menedzserként tekintek magamra, hogy büszkévé tudjuk tenni a befogadót. Tehát azt az adófizető állampolgárt, vagy egyszerű gyalog magyart, aki a saját anyanyelvi kultúrájában él, büszkévé tudjuk tenni arra, hogy neki milyen nagyszerű kultúrája van. Tehát az identitás politikai állítása szemben egy másik identitás politikai állítást tudunk csak állítani. Tehát ő azt mondja, hogy én nem tudom, hogy micsoda, én meg azt mondom, hogy én büszke magyar vagyok, mert rettenetesen jó a kultúrám, hihetetlenül gazdag. És erre jók például a közgyűjtemények. Tehát, hogy én még olyan embert nem láttam, aki bement volna egy jobb múzeumba, és ne jött volna ki, úgyhogy kicsit megemelkedett. Tehát mert büszke leszel az őseid teljesítményére, büszke leszel arra a kultúrkincsre, amit ott látsz. Mondjam a legfrissebb példámat, az a Magyar Zeneházát. Ott voltam, megnyitom, utána visszamentem, mert hogy kíváncsi voltam, hogy mit tudtak összerakni ott Batta professzor úriek. És hát gyermeki rajongással jöttem ki. Múzeum főigazgatója vagyok, van 5 múzeum környékemben, amit napi szinten ügyezek, meg azért elég sok kiállítást látok így kollégáknál is, de hát ez, amit ott megcsináltak, az olyan volt, hogy kijöttem, és egyszerűen azt éreztem, hogy jobb ember vagyok, jobb magyar vagyok, tehát büszke vagyok erre az egészre. Ezt a büszkeséget kell tudni felpiszkálni a befogadókba, és az igényességet, tehát hogy ne elégedjen meg azzal, ami így szembe jön vele, akármilyen platformon. Tehát, hogy keresse az értéket. Próbáljuk meg rávenni arra, hogy vannak értékek, mert ha oda viszed, akkor rájön. Ha a kalákát elviszed bárhova, Kárpát-medencébe, vagy bárhova a világon, ahol magyarok élnek, és azt mondod a kalákának, hogy akkor most nem tudom, egy kányádi estet tartsál, akárki random, tehát hogy az utolsó, nem tudom, a borsodi cigánygyerektől a budapesti akadémikusig mindenki megemelkedik attól, amit ott kap. Mert minőséget kap, és őt egész egyszerűen identitásában, kulturális valóságában, lélegzetvételében erősíti meg. Tehát, hogy ezeket kell nekünk elősegíteni minden eszközzel, minél szélesebb a térben, konkrét fizikai térben úgy teríteni, hogy az izgalmas legyen, hogy ki akarjál menni, hogy fizetni akarjál érte. Tehát, hogy elmegyünk a Sziget Fesztiválra hihetetlenül drága jegyért, és nagyjából egy átlag bulizónak a robotkép az úgy néz ki, hogy elkezd ugye, nem tudom, tudatmódosítószereket használni, sörözik, vagy tök mindegy, mit csinál. Teljesen mindegy, hogy milyen line-up megy a színpadon, mert nem azért megy ki, hanem bulizni megy ki. Rengeteg pénzt fizet azért, hogy az egyébként számára érdektelen, de érzetben jó, nem tudom, csapatáson részt vegyen. Az azt jelenti, hogy hajlandók vagyunk fizetni a kultúráért. Tehát akkor fizessünk. De fizessünk a minőségi kultúráért, tehát hogy akkor próbáljuk meg kiszervezni, kiexportálni, vagy megszervezni azt a horizontális együttműködést, ami azt fogja eredményezni, hogy ami, nem tudom, Csíkszeredában születik valami nagyon jó kis kulturális produkció, arra legyen fogadókészség Győrben is, vagy Beregszászott is, vagy Szabadkán is. Tehát hogy ezt a típusú horizontális építkezést kell tudnunk nekünk úgy megvalósítani a következő 5-10 évben, hogy egész egyszerűen izgalmas legyen az, amiben élünk. És ebben úgy látom, hogy egyébként az úgynevezett társ nemzetek, tehát a szomszédos országok többségi nemzetei ugyancsak érdekeltek, tehát hogy nem csak a magyar kultúra van veszélyben, hanem a román, a szlovák, a szerb, a horvát, tehát hogy van egy olyan közép-európai együttállás, vagy együvé záródás már megint, mint hogy a kommunizmusban is egymásra zártak minket, most is van egy olyan típusú együvé záródás, ami igazán izgalmas éveket vetít előre.
Hát a pár év múlva még összehoz a sors, és tudunk beszélni, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan sikerült ez a felpiszkálása ennek a nemzeti büszkeségnek, de ide még akkor egy megjegyzést hagy szúrjak be az öncenzúrával kapcsolatban, mert talán a Vogue-nak ez a legalattomosabb jellemzője, hogy az emberek saját magukon már használják ezt az öncenzúrát, és már ők nem akarnak kimondani dolgokat, ön ezt nem tartja veszélyesnek? Tehát, hogy nem is a kultúra felől jön a nyomás, hanem már magamon, mert én akkor vagyok jó, akkor fogad el. Én azért merem vállalni ezt a karakán egyenes, belemondom, beletenyerelek, belegyalogolok, nem tudom mi karaktert, hogy azért vállalom fel egyáltalán, mert úgy gondolom, hogy az igazság felszabadít, nem én gondolom így, de ez hiszek ebben, hogy az igazság szabaddá tesz, vagy felszabadít. Tehát, hogyha kimondjuk azt, amit gondolunk, az szabadságot kölcsönöz, még akkor is, ha tévedünk, hiszen rá tudnak minket ébreszteni a saját tévedésünkre, tehát jön valaki, és azt mondja, hülye vagy nem, ezért, és akkor vitatkozunk, és arra az álláspontra jutunk, hogy neki van igaza, az is felszabadít, tehát az is szabaddá tesz. És én ezt az öncenzúrát már nem csak a Vogue kultúrában, hanem nálunk is érzékelem. Tehát, hogy az elit játszmák miatt, meg ez a szekértábor logikák miatt, az egymásnak feszülő szekértábor logikák miatt mindenki gyába. Tehát senki nem meri kimondani, mi van a fejében. És akkor én arra gondoltam, hogy nekem olyan sok vesztenivalóm nincs, hiszen attól, hogy főigazgató vagyok, nem leszek se jobb író, se jobb rockzenész, vagy se rosszabb író, se rosszabb rockzenész, nem tartozik az identitásom részén. Tehát főigazgatónak elég macera. Nem az életem álma, hogy így menjek nyugdíjba. Ez egy munkahely, amit próbálok jóra használni. Tehát, hogy nekem nincs veszíteni valam ebből a szempontból, nem tudnak kirúgni abból a klubba, ahova be se akarok iratkozni, tehát én nem akarom, hogy írók meg kritikusok veregessék a vállamat. Én azért írok, mert szórakoztat, és szerintem van olvasója, jó, ha nem, de ez egy kicsit öncélú, tehát, hogy megengedem magam, ez a hobbi, meg a zenélés is a hobbi, nem ebből élek. Ezért megengedhetem magamnak, hogy ilyeneket mondjak, és arra gondoltam, hogy ezt következetesen csinálom, és azt látják, hogy még mindig a helyemen vagyok, még mindig nem tettek tönkre, még mindig kimondhatom, sőt, még tovább mehetek, még egy lépéssel, akkor mások is bátrabbak lesznek, ők is kimondják. Tehát kicsit ilyen megyek előre, töröm a jeget, aztán vagy jönnek utánam, vagy nem. Általában nem, de azért most már kezdtek, hogy mondjam, kidugták a fejüket a vásánc mögül. Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, miniszteri biztos rockzenész volt a vendégünk. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen is a lehetőséget.